Legalább 20 erdőtűz pusztít Észak-Macedóniában, az ország déli hegyvidékein. Rendkívüli állapotot hirdettek ki a balkáni országban vasárnap, miután a tűzoltók már 10 napja küzdenek a lángokkal. Tűzoltó egységek érkeztek a helyszínre a szomszédos Szerbiából, Horvátországból és Szlovéniából is. A Világbank arra figyelmeztet, hogy a nyugat-balkáni gazdaságoknak legalább 33 milliárd eurót kellene fordítaniuk a következő évtizedben a klímaváltozás hatásaival szembeni védekezésre.